Hölgyeim és uraim, Akusztik az M2 Petőfi TV-n. Több évtizedes sikeres zenei pályafutás, egy örök ifjú énekesnő. Színpadon Sárközi Anita. Ha valahol elveszel, és újra kezdenél. Mehetnél, de magába húz az örvény. Sokat vesztett, már sose remél, hogy neki fut százszor a győzelemért. S ha nem marad semmi, az mégis elég, hogy bármit vehetnél. Mindig van másik út, ha lépsz. Ha valahol elveszel, és újra kezdenél. Máshova jutsz, mint vártad, még úgy is maradt hely, hogy valóra válthatod álmaidat. Ha túl sokat veszted, hát félreállsz, vagy üres kézzel, de hazatalálsz. S ha nem marad semmid, az mégis elég, hogy bár. Sokat vesztesz, hát félreállsz, vagy üres kézzel, de hazatalálsz. S ha nem marad semmid, az mégis elég, hogy bármit lehet még, 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 mind. Köszönjük szépen! Szép estét kívánok! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket és mindazokat, akik eljöttek ma este ide, hogy személyesen egy kicsit találkozzunk. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez a mai alkalom nagyon különleges a számomra, és nagyon remélem, hogy a tévénézők és az önök számára is az lesz, hiszen olyan dalokat válogattunk össze, amelyeket nagyon ritkán énekelek, amiket talán önök még nem is hallottak tőlem, de nagyon-nagyon fontos részei a pályafutásomnak. Vannak benne régiek, vannak benne maiak,
És hát nagyon remélem, hogy elnyeri majd a tetszésüket. Rögtön következzen egy olyan dal, amit nem lehet kikerülni, és lesz még ilyen természetesen ebben a műsorban. Ez a dal az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb a pályafutásomban, hiszen ezzel a dallal debütáltam, ha lehet azt mondani, a Moziklip című filmben, és meg kell, hogy mondjam, hogy ugye kell tehetség, szorgalom, tanulás, de a szerencse is nagyon fontos. Én olyan fantasztikus zenészekkel találkoztam, akik a mai napig meghatározóak az én életemben. Akikkel együtt dolgoztam, vagy akikkel ma is együtt dolgozom, és remélem fogok is. És egyet azért tudni kell rólam, hogy én nagyon nehezen változtatok. Nekem van egy, illetve hogy is nem nekem van, hanem nekünk van egy nagyon jó csapatunk, akikkel évek óta együtt dolgozunk, de ez a dal, ez egy nagyon fontos dal, ez a dal megtalált engem, vagy én őt. Ezzel a dallal egy kicsit kinyílt a világ, és elkezdhettem azt művelni, amit mindig is szerettem volna gyerekkorom óta, énekelni, átadni azt, ami belőlem árad, vagy amit én gondolok a világról. Úgyhogy következzen ez a dal, címe Várj rám. Széllel jön elém, s rám köszön e dal. Régen alszik minden, hűvös van, hisz most ébred a fény. Te is alszol csendben valahol, s álmodban a tegnap szakadtól. Az arcot talán láttam valahol, de nem emlékszem rá, mert olyan vagy, mint más, vagy mással voltás nem figyeltem hát. Hiszen most sem tudom igazán, milyen lesz, aki holnap megtalál. Valahol most is lennie kell, és ő pont így énekel. Tán az utcán erős, annyi szív, ami mindkettőnket biztos helyre hív. Várj rám, várom, amíg ő jön el elém, s ha túléltem az éjjel, megvárom a hajnal, s ha itt lesz többé, sosem sírom el, hogy megkaptam az életet, csak azt nem, aki mellém fekhetett, s eldédelgetett. Valahol most is lennie kell, és ő pont így énekel. Tán az utcán éppen jön felém, ő is fázik rég szegény, a szél is bújja. Hiszen együtt
hús éj után, s velem átlépnél a holnap ajtaján. Várj rám! Ha van rá még erő, s annyi szív, ami mindkettőnket biztos helyre hív. Nagyon szépen köszönöm. És hát mondtam, hogy lesznek olyan dalok a múltból, meg a jelenből, amik nagyon fontosak nekem. A következő dal is ilyen. Amikor gondolkodtam, hogy miről is beszéljek, akkor azt gondoltam, hogy nem fogok erről beszélni, de mégis. A következő dalban szerzőként szerepel egy olyan kiváló zeneszerző, énekes, aki már nincs közöttünk. Őt úgy hívják, hogy Jakab György. És aki fantasztikus ember volt, nagyon sokat segített. A második szólóalbumomra egy fantasztikus duettünk is volt. Sajnos nincs közöttünk, viszont a következő dalnak az egyik szerzője, és én ezt a dalt nagyon-nagyon szeretem. Ha lehet időt mondani, bár ezt is gondoltam, hogy erről se fogok nagyon beszélni, hogy mikor, de ez a 90-es évek közepe ez a dal. És hát akkor nagyon sok minden volt az életemben, televíziózás, ami nagyon fontos volt szintén, és készültünk egy lemezre, amiből csak kislemez lett, de ez a dal rajta van ezen a kislemezen, a dal címe Ki bánja meg. Az ajtóban, ha állsz, csak visszanézel már, várj még. A holnap mennyit ér, egy perc az évekért még vár. De ha későn döntenél, majd sírsz a múltadért, újraírnál minden tévedést. Ki bánja meg, ha véget ér, ki bánja meg, ki sír ezért. Ki bánja meg, ha vége már, ki bánja meg, s egy szóra vár. Ha az életed tüzét, egy percet fújja szét, semmiről se szól. De ha későn döntenél, egy utolsó levél nem írhat át minden tévedést. Ki bánja meg, ha véget ér, ki bánja meg, ki sír ezért. Nem írhat át minden tévedést.
Dávid! Nagyon szépen köszönjük. Egy amerikai zenekart, egy nagyon-nagyon kemény, talán nem heavy metal, de közelít hozzá, úgy hívják őket, hogy extrém. És van egy daluk, egy csodálatos dal, amiben a gitáros Nuno Betancourt és az énekes adják elő ketten, két férfi ember, két zenész. Most elő fogja adni ezt a dalt magyarul két zenész nő, úgyhogy szeretném ide hívni Paci Galinda, Tóth Dávid. A dal címe pedig More Than Words, vagyis magyarul szavak nélkül. A szívem a mondatoktól nem látlak már rég. Mutasd meg, hogy érzed, nem csak érted, mennyit adnék még. Állj mellé, és megpróbálunk élni egymásért. Nekem jó Egy szót se szólj.
Paci Galinda, Tóth Dávid, nagyon szépen köszönöm. És akkor most egy kicsit befejezzük a romantikát. Jöjjön egy kis talpalávaló. És hát azt tudni kell rólam, hogy nekem annak idején mindenki lassú dalokat akart írni. Neked jazz kéne énekelni, mondták. Mondom, köszönöm szépen, nem, jazz nem. Musicaleket, rock operát, köszönöm szépen, az sem. Én nagyon szeretem a popzenét, ennél maradnék. De hogy mindenki lassul ír, is ott feszegették a határaimat lentről föl, tehát hogy mindent el kellett énekelni, és ez azért nem volt olyan kellemes. Arról nem beszélve, hogy szerettem volna saját hangomat megtalálni, ha értitek, ha értik a kedves nézők, hogy mire gondolok. Tehát azt a fajta zenét, azt a fajta szöveget, amit, ami az enyém, amit magamra tudok húzni, és amit át tudok adni. Úgyhogy ez egy hosszú tanulási folyamat egyébként. Mondanám azt a most kezdő énekeseknek, művészeknek, hogy adjanak maguknak 5-6-7 évet, ami kialakul a saját stílusuk, vagy éppen az, amit szeretnének előadni. De hát nekem megvan, legalábbis úgy érzem, és ez nagyon-nagyon klassz társaim vannak. Következik most egy viszonylag új dal, a dal címe Feketén a szürke. Mondd, miért volna szép egy megfakult világ, hol a tenger és az ég mind egy színűvé vált, ott, ahol az életem csak védtelen, nem vigyázol rám, nem hazudok, miért tegyem, felébredtem, és nem viszem tovább. Ez van, búcsúzom, nem kell már, csak elmulasztott boldog nyár, a szürkeség nem kínál soha más, csak csalódás. Ez van, búcsúzom, nem kell.
következzen egy olyan dal, amit nagyon-nagyon kedvelek, és talán a második olyan dalunk volt Szűcs Norberttel, aki majd itt meg is fog jelenni, ami nagyon nagy siker lett, és nagyon sokat játszák a rádiók, és a mai napig, ha fellépek, nagyon-nagyon szereti a közönség. Következzék most ez a dal. És most, ahogy mondtam, vannak olyan dalok, amik megkerülhetetlenek, és ez a következő is ilyen. Janicsák István producer úr kitalálta, hogy próbáljam meg egy másik producerrel, hát ha ő kicsit frissít a dolgon. Ekkor már 5 éve nem jelent meg új albumom, és meg kell említenem Bétót Lászlót, akivel nagyon sokat gondolkodtunk, hogy vajon mi lehet az a friss dolog, ami most így jó lenne ennyi idő után, és kitalálta, hogy mivel
Ugye hát a Várj rám című dal az egy Lehr István, Demjén Ferenc szerzemény. Ezért próbáljuk meg, kérdezzük meg a szerzőket, hogy engedélyt adnak-e rá, hogy készüljön egy olyan album, ami az ő dalukkal van tele, természetesen feldolgozás. És hozzá szeretném még ehhez tenni, hogy nyilván ez egy feldolgozás album volt, de az összes dal, amit erre a lemezre rátertünk, azt a magaménak érzem, az már az enyém. Vannak szerzők, és én meg úgy gondoltam, hogy én ezeket szeretném elénekelni, és hál' Istennek elég jól sikerült. Akkori időkben a 15 000-es aranylemez az elég jó szám volt, úgyhogy ezt el is értük ezzel a nagylemezzel, ami azt is jelentette, hogy egy kicsit tényleg felfrissült, megdobta a pályafutásomat, és a dalt egyébként, ezt a dalt, ami most következik, nem én akartam, hogy ez legyen az első dal, hanem a kiadó és a producer. Valahogy így van a refrénje a dalnak, hogy lehet, hogy soha nem érzed, és soha nem kérlek. Ismerős? Hát akkor hagyjam, jó? Próbáljuk meg. Lehet, hogy soha nem érzed, és soha nem kérlek, hogy ugyanúgy ez az. Keresd az álmaid, és azt a... Hú, de jó az az oldal, nagyon jó. Én most is szeretlek, és ugyanúgy, és ott... Kereslek, és azt a... Nagyszerű. Köszönöm szépen. Következzék egy elképzelt szerelem, vagy pedig a dal címe. Szeress úgy, ahogy én, kinek hogy tetszik. Bár ez az, ami szágult rég,
jó lenne, ha eljönnél, és magaddal vinnél. De hogyha kérdezik, már senki más nem felel. De mondd, a álmaim, azt súgják, ez egy nagy szerelem. Lehet, hogy soha nem érzem, és soha nem kérlek, hogy ugyanúgy. Szépen köszönöm. Szeretném a színpadra hívni a következő dal zeneszerzőjét, Szűcs Norbertet. Jön már. Nem találta a gitárja. És hát amikor az előbb arról beszéltem, hogy saját hang, saját dalok, az a fajta szöveg, ami megmutatja, hogy milyen ember vagyok, hogy olyan dolgokról énekelni, amit mindenkit érint, egy kicsit átadni a szeretetet, vagy legalábbis az, hogy egy kicsit lazák legyünk, vagy lazábbak, kicsit mosolygósabbak, vidámabbak. És Norbi írt egy dalt, amit nagyon-nagyon kedvelek, és nagyon-nagyon szeretek. A dal címe pedig annyi, hogy angyal. Most nézlek, mint egy csodát. Sokszor nem értem még, hogy válik pár porszem, csak tőled szín aranyát. S hogy miért találok boldogságot ott, ahol nem vár? S miért van az, hogy bármikor jössz, elmúlik mi vár? Mint egy angyal, köztünk szép csendben. A más az, ahogy létezel. Egy hosszú nap után, ha erőm végén járok, ha itt vagy, sosem fogy el. S hogy miért találok boldogságot ott, ahol nem vár? S miért van az, hogy bármikor jössz, elmúlik mi fáj? Mint egy angyal, köztünk szép csendben jár. Rám, mindig kitalálja a boldogságot ott, ahol nem vár.
tudjam, bármikor jössz, idején nagyon sok mindennel próbálkoztunk, de ez az a dal, ami, hát hogy is mondjam, kiállta az idők próbáját, és sok-sok év után is csodálatos, egy kicsit más hangszerelésben, akkor a cappella énekeltük, most természetesen kísérettel, zongora és basszusgitár kísérettel, és de semmit nem vesztett a szépségéből, sőt, ha lehet mondani, egy kicsit, hát az idő jót tett neki. Következzen most ez a dal. Még kértem, hogy maradj, azért is nem. Utcákon sétáltunk sokat, elmondtad minden gondodat, akkor még azt hittem, hogy mindig így marad, azért is nem. Azért is nem.
Nagyon szépen köszönjük. No és akkor egy olyan dalhoz érkeztünk, amihez van egy kis történetem, ezt nagyon szeretném elmondani önöknek, nektek. A tévében nem most régen láttam egy rövidke filmet az Iron Manről, nem a filmről, hanem a sporteseményről, ahol nagyon sokat kell futni, nagyon sokat kell úszni, és nagyon sokat kell kerékpározni. Ez a három. Talán a futás, tudom is, 42 kilométer. Egy maraton kell lefutni. A film arról szólt, hogy egy édesapa mindenhová magával viszi a kisfiát. Egy fogyatékkal élő 10 éves fiút, hogy neki is legyen meg az élménye, mint az édesapjának. Gumicsónakkal, különleges kerekesszékkel. Szóval fantasztikus volt. Ennek az aláfestő zenéje volt a következő dal, amit egy amerikai Hillsong énekesnő, Nicole C. Mullen írt. Vallásos dalokat, vallásos szövegeket ír, és ezt a dalt tették ez alá a kisfilm alá. És én akkor arra gondoltam, hogy ezt a dalt mindenféleképpen szeretném elénekelni. Csodálatos. Próbálják meg maguk elé képzelni azt, amikor egy 42 kilométeres futást egy férfi ember kerekesszékben ülő fiával tesz meg például. Who taught the sun where to stand in the morning? And who taught the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide the evening? Whose words alone can catch the falling star? And I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testify this life's within me. Spins things in orbit, runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken, who's conquered death to bring me victory. Well, I know precious life he gave, but now he's alive and there's an empty space. And I know my Redeemer
Magán Olivér, Szász Csaba. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Nekem egy csodálatos élmény volt, remélem, hogy önöknek is. Egy kis időutazás, egy kis visszatérés a múltba, elfeledett dalokat énekelni. Fantasztikus volt egyébként, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ez megadatott. Egy olyan dallal szeretnénk búcsúzni, ami az álmokról, vágyakról, szerelemről, szeretetről, ünnepről szól. A dal címe egyszerűen csak egy kérdés. Miért? Hogy van még igazi ünnepünk, egy hang sincs, csak cseng a csend, s a csendben mindenki elmereng, hogy miért? Miért van, és miért legyen állarc mesztelen embereken? Miért van, és a póráz a kutyán kivételen, nem értem, miért érdekel, miért kell, hogy elmondjam. Miért van az, hogy szólni kell, miért vállalom el. Szász Csaba! A kis hárnál!
És a mi kis zenekarunk lelke, a zongoránál magán Olivér. És csak az Janita. Nagyon szépen köszönjük!